Szilasi út 10 percé, az egyik nem erdő-erdő, amit Fonti Krisztina mostanában bozótnak hív. Telekönyvileg valóban nem erdőről van szó, a valóságban viszont látszik, hogy ez egy szép, ligetes, erdős terület. A telekkel szemben lakóházak vannak, akik 40 éve erdőt néznek magukkal szemben, valószínűleg abban a hídben voltak eddig, hogy ez így is lesz. Hát sajnos úgy tűnik, hogy rövidesen ez megváltozik. Ezen a területen rövidesen elindul valószínűleg az építkezés, egy lakóparkot fognak ideépíteni. Erre a tulajdonosnak megvan minden joga, úgyhogy valószínűleg ezzel a területtel már nem lehet mit kezdeni, de több ilyen terület is létezik a kerületben. Tehát ez a terület tipikus esete az ingatlan vagyon elkótyavetyélésének. Nem régen még Natura 2000-es védőterület volt, beépíthetőség nélkül. Ezután az önkormányzat eladta, és az eladás után átminősítette a fővárossal, aki vissza is kérdezett, hogy biztosan át akarják-e minősíteni építési területté ezt a fél hektáros erdőt. Az itt tervezett beruházás már engedélyeztetési fázisban van. 11 lakásos lakóparkot akarnak ide építeni. A helyi civilek mindent megtesznek azért, hogy ez ne valósuljon meg, és megmaradjon ez a terület magas biodiverzitású erdőnek. Ha mi leszünk a Városháza, mindent megteszünk azért, hogy támogassuk az itt lakókat a küzdelmükben, és megmentsük ezt az erdőt.